Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy... Drágy invitát, fékáriát vegyik. Ön csodat impulte care este afară, din partea orașului Sarvas, vă salutăm cu drag. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Szarvasváros képviselőtestület és önkormányzata nevében itt van velünk dr. Mellés János címzetes főjegyzőnk. Itt van velünk... Miért domnul szekretár Mellés János, domnul szekretár principál alulátori Mellés János. Itt van velünk Petnázi Andrea, polgármesteri tanácsadó a polgármesteri hivatalban. Andrea, végelkülök intézően át, Maria. És nem utolsó sorban a mai gálaest minden szervező és főrendező Csaszlan András úr, a Terminus Teátrum igazgatója Szarvas alatt, a társulata egy kis lelkes csapatát is magával hozta. És engedjék meg a... Csaszlan András kár érte direktorú teátrumi Terminus Díj Szarvas, például Pártős Illáfon Mátyát Tösszedik, állimány múlti funkció. És bár hála az égnek nagyon sok ismerős baráttal, testvérrel találkoztam itt a mai nap folyamán már, de engedjék meg, hogy az ifja kedvéért bemutatkozzam. Szenes János vagyok, a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány elnöke. Köszönöm, președintele, drumul istoric, președintele asociației de drumul istoric din Szarvas. Egyetlen egy rövid gondolatot a rögtönzött kis kiállításunkon, bemutatkozásunkon, pontosabban látható anyagokról. Kétevár rendőrzött a cédékonáte. Minden azt szerettük volna megjeleníteni ezen a mai bemutatkozáson, kedves barátom, ami a szlogánunk szerint minden, ami Szarvas, minden, amit szeretünk és meg szeretnénk mutatni önöknek is azáltal, hogy nagyon nagy szeretettel és majd szívesen látjuk önöket a partján a következő eljövendő időkben. Volt szárát, hogy totul érte Szarvas, szóval csatlakozni a mire stílvi nekem a szépate, de már csáptak a drág, a norásul Szarvas, hogy tot szó vizitát, és se vedett a fața locului. A kiállított anyagok sorában a rendezvényeink büszkeségei közül itt van a valóban a minden, ami Szarvas rendezvény sorozatnak a molinója, látható kiállítva. Látható a Cervinus Fesztivál, a Nyári Művészeti Fesztivál anyaga és az immáron 20. születésnapjához elérkezett Szarvasi Szilvanapok anyaga is. Csak úgy, mint nem kis büszkeségünkre a hungarikumok sorába bekerült fehér akác és a méz kultúrája nagy polhisztorum, 1. Sámuel munkássága révén. Tot ceea ce vedeți la lapurile sunt anumite programe care se repetă anual. Tot ce este Szarvas, minden ami Szarvas, este întâlnirea teatrelor Cervinus și sunt zilele prunei din Szarvas, care nu trebuie să vă spun că se reprezintă aici în Szarvas. A szemközti falon pedig olyan anyagokat helyeztünk el, amelyek bemutatja Szarvasváros agrár értékeit, természetvédelmi és környezetvédelmi szépségeit, olyan kincseket többek között, mint a Vörösmaros Nemzeti Park, a Szarvasi Arborétum, és nem utolsó sorban a magyarországi, az európai és a világ halkutatásának fellegván a Szarvasi Halk és Jog utódja, tehát a Szarvasi Halkutatás eredményeket szeretnék itt megjeleníteni. Prezintă latura de agricultură a orașului Szarvas, care printre productul care se numește hungaricum, mierea de abine, care ei o au, reprezintă și cercetarea în domeniul piscicol, cercetarea în domeniul piscicol pe care sunt la nivel european, au un au un fel de grădină botanică cu
câteva sute de pomi care merită să fie vizitați și de aceea prezint aici ca să aveți chef să mergeți la Salvas. Természetesen ez csak egy töredék mindazon értékből és felhalmozott szellemi tudásból, tradícióból, amelyet a hosszú-hosszú évszázadok során eleinkkel a jelenben és majd a gyermekeinkkel és unokánkkal együtt a Köröspartján felhalmozunk, és eddig felhalmoztunk, de úgy gondoljuk, hogy a legszebb ajándék és a legszebb napok azok lesznek mindannyiunk számára, akik itt ma összegyűltünk, hogyha jövőre és az azt követő években is mindazon szépséget, amit meg szeretnénk mutatni, élőben tárhatunk önök elé, Szarvason, Magyarország, a Kárpát-medence szívében, a szívünk csücskében, a Hold körös partján, és szeretettel várjuk önöket. Bineînțeles că cei reprezentanți aici reprezintă numai o fărâmătură din ceea ce este la Szarvas, dar sper că de acum înainte și în anii viitori puteți să vedeți în natură, puteți să întâlniți cu aceste frumuseți și vă așteaptă cu drag la Szarvas. Ezek után további nagyon szép és kellemes időtöltést, szépséges órákat kívánok önöknek itt a színházteremben. Fogadják szeretettel a Cervinus Teatrum és a Tesedik Táncegyüttes, valamint a Harmonika virtuózinak műsorát a ma estére. Nagyon jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánok! Itt egy trecsére frumos, de hagyjátok szállni. Nyilvánvaló, hogy ma, amikor megkérdezett a Kolozsvári Rádióban, mivel kezdődnek a Bártai Napok, azt mondtam, hogy természetesen sajtótájékoztatóval, mivel kezdődhet egy fesztivál. De az igazi kezdet, az most volt kint az előszarokban, és ma lesz. És nagyon nagy szeretettel üdvözlöm Szarvas város küldöttségét, és nem utolsó sorban a fellépőket, akik ma minket fognak gyönyörködtetni. Értünk utaztak kb. 200 valahány kilométert, és vissza is utaznak ma este, mert holnap már dolguk van. Úgyhogy nagyon értékeljük azt az előfeszítést, amit ők tettek, hogy el tudjanak jönni. Ez egy fantasztikus dolog, és értünk tették Somlyéjakért, és azért, hogy érezzük jól magunkat, és hogy a 25. Bártai Napokat ne felejtsük el, mert ez a lényeg, méltóképpen csillogva, 5 napos fesztivállal tudjuk megünnepelni. Ritka a pillanat a Bártai Alapítvány életében. Én megvallom őszintén, ilyen csodálatosan, ennyire nem izgultam, csak az első Bártai, mint most. És az első Bártai, aki ott volt, mondjuk Fekete Andris, meg még egy páran, azok tudják, hogy milyen izgalommal készültünk, és milyen nehezen, és milyen nehéz volt ott megtartani előtt 25 évvel, és milyen csodálatos érzés volt utána, hogy sikerült. Igen, én remélem, hogy ez most, lesz, most is így lesz, hogy a végén azt tudjuk mondani, hogy igen, sikerült megvalósítani egy olyan álmot, amit tényleg csak álmodni mertem, hogy 5 napos fesztivált lehet rendelni Szilárdsonyon Bártai tiszteletére. Ennek nagyon örülök. Szeretettel köszöntöm körünkbe Meris János Szarvasváros főjegyzőjét, Tindernes főjegyzőjét, és Szöpcsinyünk Köbön Csurkás polgármester urat, aki megtiszteli jelenlétünkkel rendezvényünket, és megkérném őket, miután én azt mondom, hogy igen, most már hivatalosan elkezdődnek a Bártai Napok, és most már semmi sem tudja megállítani minden előre, minden buktató, minden nehézség ellenére, és azt kívánom mindenkinek, hogy érezze nagyon jól magát. És önök, kedves szilárdsomjóiak, nagyon örülünk annak, hogy ma itt lehetünk önökkel. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem önöket Szarvasváros képviselőtestülete, és különösen Babák Mihály polgármester úr nevében, aki jelenleg Izlandon hivatalos úton tartózkodik, ám miután leszáll a repülőgépe, vasárnap hajnalban autóba ül, és a rendezvény záró napján ő lesz itt önökkel. Azzal a Demeter Lászlóval együtt, aki annak idején 25-30 évvel ezelőtt megalapozója volt a városaink közötti testvérvárosi kapcsolatnak.
Végtelenül örülök annak, itt van velünk Szeptényi Czorgász polgármester úr. Róla mindig az jut eszembe, hogy az az ember, aki a saját születésnapján eljön szarvassal szilvanapok megnyitóját megtartani, majd kocsiba ül, hogy a családjához hazajöjjön, az többet tesz a népeink közötti tisztelet elmélyítéséért, mint bármennyi hangos szónoklat. Én azt kívánom önöknek, hogy azt a műsort, amit a Cervinus Teátrum művészei, nem kevésbé a Szarvasi Harmonika zenekar önöknek elhozott, azt fogadják olyan szeretettel, mint amilyennel összeállították, és amilyennel elő fogják önöknek adni. Köszönöm szépen! Sărbătoarea domnișoarelor și doamnelor, bună seara domnilor! Așa cum zicea și domnul secretar, sigur, eu particip în fiecare an la Festivalul Frunelor la Sorboș și făceam o glumă anul acesta, mă gândeam a câte ore sunt oare. Am amintit că sunt a 14-a oară în calitate de primar și le propuneam să-mi facă buletin, carte de identitate, pentru că și în Ungaria tot la 14 ani se face carte de identitate. Mivel szeretettel köszöntött a polgármester mindenkit, és mivel már elég régóta hivatalos a Szarvasi Szilvanapok keretén belül már 14 éve a kúdó, azt javasolta, hogy az idén személyazonosság igazolványt készítsetek neki, mert itt 14 évet korba adják. Lăsând gluma la o parte, sigur fiecare dintre noi ne punem întrebarea oare de ce la anumite lucruri perseverăm și ne ducem într-un loc și revenim acolo și mergem de foarte multe ori, lucru pe care eu l-am făcut în Sorboș ani de zile. Motivul este unul foarte simplu, orașul Sorboș este un oraș extraordinar de frumos și este un exemplu de bună practică pentru multe alte localități, pentru că ai ce să vezi acolo și ai și ce să înveți de acolo, din ceea ce vezi. Mie îmi place întotdeauna când mă duc undeva să mai fur în ghilimele câte ceva și să încerc să aplic ceea ce văd și în orașul nostru. Igen, és nagy örömmel és szeretettel tér vissza mindig Szarvasra, és mindent megtesz, mint ahogy mondtátok, hogy eljusson. Egyrészt, mert ápolja a kapcsolatot, másrészt, mert Szarvas gyönyörűnek találja, nagyon szép városnak, nagyon jó rendezvényei vannak, és igyekszik onnan egy-két gondolatot ellopni. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, pentru că încă o dată se accentuează acest lucru, faptul că oamenii care au o relație foarte bună se vizitează reciproc. Știu că ați făcut un efort foarte mare de a fi astăzi aici alături de noi, pentru că, din câte am înțeles, sunt evenimente importante în Sorboș mâine și va trebui să vă întoarceți în seara aceasta. Eu vă mulțumesc în numele nostru al șimleonilor pentru efortul pe care l-ați făcut. Îmi pare rău că vremea are este nefavorabil acum și poate că mulți care ar fi trebuit să fie aici n-au reușit să vină, dar cel mai important este că ne-am întâlnit și cel mai important este că de fiecare dată când noi avem o sărbătoare, sunteți prezenți aici, lucru pe care îl facem și noi de fiecare dată când aveți o sărbătoare. Megköszöni azt az erőfeszítést, amelyet Szarvas tett, hogy jelen legyen a 25. bátori napokon, és én tudom, hogy még tenni fog, ezt most én fűztem hozzá vasárnapra. És nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, mert tudja, hogy vissza kell menjetek, fontos rendezvényetek van, és jó szórakozást kíván mindenkinek. Mulțumesc și o să îmi cer scuze de acum că nu o să pot să stau până în capăt, deoarece îmi vine și delegația din Moldova și trebuie să-i aștept. Tehát nem tud végigítülni, mert jön a moldovai delegáció, testvérváros a moldovai, és jönnek a lengyelek, mert ők elérkeznek, és el kell menjen. De köszönjük a jelenlétet!